Péntek este minden és mindenki fehérbe öltözik a Momsport kültéri medencéjének környékén, ugyanis a hegyvidéki sportlétesítmény is csatlakozott a strandok éjszakájához. Nagyjából itt lesz a DJ pult, fehér büfékiszolgáló koktélpultokat fogunk idehozni. A Mont Blanc Party 19 órától kezdődik. Burani Csildikó, a Momsport vezetője azt mondja, a vendégek különleges programokon vehetnek majd részt. A gyönyörű kék medence, kék víz köré mi egy fehér partit álmodtunk, amin lesz DJ, lesz tombola, az idejövő vendégeket, akik a partira érkeznek és fehérbe öltöznek, ez nagyon fontos, azokat egy pohár pezsgővel fogjuk köszönteni. És az 1500 forintos belépő jegyért cserébe, ha éppen úszni szeretnének, kérjük, hogy a külső medencébe ezt is fehérbe tegyék, akkor a megszokott 19 óra utáni 2 órás úszójegy helyett 5 óráig maradhatnak itt bent. Akkor is, hogyha nem bulizni szeretnének, hanem egyszerűen többet szeretnének sportolni. A szervezők azokra az érdeklődőkre is gondoltak, akik éjszakai csoportos edzéseken szeretnének részt venni. A Momsport Gardenben fáklyás bootcamp, spartan edzéseket, illetve dinamikus jóga foglalkozást is tartanak. A strandok éjszakáját 6 éve rendezték meg először a Magyar Fürdőszövetség kezdeményezésére. A programsorozathoz évről évre egyre több strand csatlakozik, és a látogatottság is folyamatosan emelkedik. Tavaly csak Budapesten már mintegy 50 ezer vendéget vonzott a rendezvény. A Momsport programjainak listája a momsport.hu oldalon is megtalálható. Mindennapos mozdulatok az egyik BKK automatánál. A vásárló fizet és megkapja a jegyet. Egyre gyakoribb azonban, hogy készpénzes vásárlás esetén az utasok hiába várják a visszajárót. Ismeretlenek ugyanis eltömítik a készülékek bankjegy kiadó nyílását, és miután a vásárló távozik, kipiszkálják a pénzt. A BKK most új módszert dolgozott ki a jegyautomatákkal elkövetett csalások megakadályozása érdekében. Amennyiben az automata azt érzékeli, hogy a pénzt nem vették el, aminek ugye az egyik oka az lehet az is, hogy ezt a kiadónyílást eltömítették, akkor egy meghatározott időn belül, egy 30-45 másodpercen belül ezt a pénzt az automata visszaveszi, eltárolja egy biztonságos rekeszben, és a hiba bejelentést követően, vagy az ügyfélpanaszt bejelentését követően a BKK ezt az összeget ezt visszautalja az ilyen módon borul járt ügyfeleknek a számára. A BKK munkatársa szerint egyébként minden vásárlás előtt érdemes ellenőrizni a készülékeket. Bankjegy kiadó nyílásra hívnám fel a figyelmet. Azt tanácsolom, hogy mielőtt fizetne az ügyfél, előtte nézze meg, hogy a bankjegy kiadó, vagy bankjegy befogadó nyílásnak a piros ledje világít-e vagy nem. Amennyiben világít, akkor bankjeggyel semmi esetre se fizessen. Ebben az esetben javaslom a bankkártyás fizetési módnak az alkalmazását. A közlekedési cég egyébként valamennyi csalás esetében feljelentést tett a rendőrségen. Mit vásároljunk és milyen szempontok alapján döntsünk? A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság egészségtudatos szemléletet növelő kampányt indított annak érdekében, hogy ezekre a kérdésekre választ adjon a fogyasztóknak. Ennek a projektnek az egyik legfontosabb feladata és eredménye talán az lehet, hogy például a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság olyan vizsgálatokat fog tudni elvégezni, amire eddig nem volt lehetősége. Az akkreditált laboratóriumban vizsgálni fogunk például arckrémeket, de megnézzük az energiaitalokat, a kávékat, játékokat, és például arra is lesz lehetőség, hogy a hatóság szakemberei el fognak menni óvodákba, bölcsődékbe, meg fogják vizsgálni a játékokat, hogy azok biztonságosak-e, és tanácsot is fognak tudni adni a szakembereknek, az óvónőknek arra, hogy hogyan vegyék észre, hogyha egy játék nem megfelelő. A projekt több mint 618 millió forint összköltségvetésből valósul meg. A programot a Társadalmi Megújulás Operatív Program, a Széchenyi 2020, az Európai Unió és az Európai Szociális Alap támogatja. Az NFH elsősorban három témakörben kíván tájékoztatást nyújtani. Ezek a mindennapi táplálkozás, mozgás és a szépségápolás. A projekt egyaránt nyit a közoktatási intézmények és a felnőttek felé. A diákoknak például fogyasztóvédelmi tanórákat tartanak majd.